Egy harmadik célja, hogy föltárja a csodák jelek, hogy az atya szereti az embert, föltárja az emberek iránti elkötelezettséget, gondoskodását. Például a, nem csak a lázárnak a szükségeiről van itt szó ebben a történetben, hanem pontosan a, a gyászolóknak a, a megrendülése rendítette meg Jézus, bár ez az eredeti szövegben kettős tartalmú, a magyar nyelvfordításban ez nem jön le teljesen pontosan, hogy itt nem csak részvét, meg irgalom alakult Názáti Názárti Jézusban, ez egy alapvető viszonyulása a Názárti Jézus Krisztusnak mindig a betegekhez, az emberekhez, halottakhoz, elesett emberekhez a töredelmes szívű emberekből, de nem szabad elfeledkezni, ahogy a názerti Jézus Krisztus viszonyult a bűnös emberekhez, ez a viszonyulás tükrözte az atyának a viszonyulását az emberhez. Csak ő a mindeható, örökkévaló, olyan életveszélyes energia veszik körül az, az atyát, hogy hogyha ezt ki tudná fejezni, vagy megmutatná, abban a pillanatban szörnyet halnánk, elégnénk, semmi nem maradna belőlünk. Ezért szükséges volt, hogy az Isteni dicsőség kiüresüljön, és az Isten fiaként jöjjön emberi létformában, hogy ilyen módon az atyának, az Istennek a szeretetét, irgalmát és az ellenségünkkel szembeni haragját ki tudja fejezni, mert ez a történet erről a kettőségről szól, hogy a názárti Jézus Krisztus nem csak irgalomat fejezett ki a, a, Mária, Márta és a gyászoló zsidókkal kapcsolatosan, hanem haragra földulta a, az a tény, hogy a halál hogy megaláz az ember, milyen fájdalmas és jóvá tehetetlen hiányt hoz létre, és veszteséget hoz létre az ember lelkében, szellemében, családjában, nemzetében, társadalmában, sőt az emberiségben is. Tehát Jézus egyszerre ezt a kettőt fejezte ki. Ezért a csodák, a jelek az Istenek az irántunk való szeretetét, de ugyanakkor a sötétséggel, a gonosz rendszerrel szembeni elutasítását is kifejezi. Mert ha barátja lenne, vagy megalkuvó lett volna názeti Jézus, mint nagyon sok keresztény a gondolkozás módjában, megalkuvó módon gondolkodik a betegségről, átokról, halálról. Azt mondja, bele kell nyugodni, mert nincs más. Így, így, ez az életrendje már több ezer éve. Nem tudok ezen változtatni. Nem, ami nem tudsz változtatni, azunk, azzal kapcsolatosan kell, benyugod, kell belenyugodni. A jó hír pedig az, hogy van nekünk olyan megváltunk, aki viszont a megváltoztathatatlan meg tudja változtatni. Amen. Tegnap hallottam egy beszédet, csak egy mondatot, hogy az elmozdíthatatlan sziklát is elmozdítottuk. Hát ezt az elmozdíthatatlan sziklát csak egyetlen egy személy tudja elmozdítani a te életedben is. Őt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Amen. Ő a nemzet üdvözítője, ő a királyuk királya és az uraknak az ura. Dicsőség az ő nevének, és ő él, közöttünk van. Ahogy megvan írva, ahol ketten vagy hárman egybegyülnek a nevében, ott van, és nem egy erőtlen, gyenge, megalkuvó Jézus van közöttünk, hanem egy csodatevő Jézus, Krisztus bűngyülölő Jézus, aki eh, az ellenségedet az ördögöt megveti, nem adott az ellenségednek kegyelmet, hanem neked akar kegyelmet adni, téged akar megszabadítani az ellenségnek a kezéből, hogy te él az ellenségedre, az ördög, ördögre pedig már kimondta a golgotai kereszt áldozata, föltámadása által az ítéletet megváltozhatatlan ítéletet. Amen. Amen. Még egy fontos a csodák és a jelekkel kapcsolatosan. Reménységet hordoz a csodák és a jelek. Jeleket jelent. Azt jelzi, hogy amikor eljön, visszajön a mesiás. Nem lesz halál. A sírokról eltűnik a kő. A lázárok Jézusnak a barátai kijönnek a sírból. Ahol gyáz volt, ott le fog töröltetni az arszokról a köncsepp. Nem lesz a lelkekben fájdalom, nem lesz senki se, aki az emberi méltóságában megvan, alázva, se igazságtalan politikai, se gazdasági, se ördögi, sátáni rendszerek által. Az emberek boldogok lesznek, elégedettek lesznek, szabadok lesznek, és hisznek Jézus Krisztusban, és imádják Jézus Krisztusnak az Istenét.